A Városligetben felépült Magyar Zeneháza nem csak építészeti kialakítása miatt egyedi, de virágítása miatt is. A különleges előcsarnokban például az álmennyezetbe rejtették a lámpatesteket. Többek között a nemzetközi díjjal is elismert épület világítás technikai megoldásait is megismerhették a 13. LET konferencia résztvevői. A tudományos szakemberek és piaci szereplők részvételével megtartott eseményen felhívták a figyelmet arra, a LED technológiát már nem csak világításra, de egészségügyi célokra, például fertőtlenítésre is használják. Utóbbi jelentősége különösen a COVID-járvány hatására erősödött fel. A világítás technikával foglalkozó szakemberek a LED technológia kapcsán egyre gyakrabban szembesülnek olyan kihívásokkal, amelyeket eddig a szakma távoli határterületeinek gondoltunk. Ilyen az ultraéboly sugárzás alkalmazása fertőtlenítés céljára, a cirkadián ritmus szabályzásában fontos szerepet betöltő emberközpontú világítás, vagy éppen a LED alapú növényvilágítás. A Világítás Technikai Társaság elnöke szerint egyre több szakterület összehangolt munkájára van szükség ahhoz, hogy ki tudják használni a technológiában rejlő lehetőségeket. Világító diódák méretüknél és működtetésüknél fogva, valamint a vezérlésük által sokkal szélesebb körben alkalmazhatók, mint a korábbi fényforrások. Ám felhasználásuk lényegesen nagyobb szakterületet, szakértelmet követel, az optika, az elektronika, az erős áram, a termodinamika, az esztétika és a látásfiziológia és egyéb területeken is. Mi a fénnyel játszunk, a szemünk fényével és a vizuális komfortérzetünkkel. Tehát a látással, azaz azzal az érzékünkkel, mely révén az információk 80-85%-át juttatjuk el tudatunkig. Versenyképes és sikeres térség csak az innováción és a tudáson alapulhat. A kormány éppen ezért szorgalmazza az innovációt a gazdaságban, a kutatásfejlesztésben és az oktatásban. Erről beszélt a rendezvényen az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára. Tudásteremtő és innovációs képességeink megerősítésére egyetemközpontú innovációs ökoszisztémákat építünk. Közelebb visszük ezért a kutatóintézeteket az egyetemekhez, az így megerősödött egyetemeket pedig a gazdasági élet szereplőihez. A kormányzat célja, hogy a magyar fiatalok jobb és versenyképesebb egyetemeken tanulhassanak, értékes diplomát szerezzenek, amivel megállják majd a helyüket a munkaerőpiacon és a tudományos életben egyaránt. Nagy Balázs úgy fogalmazott, a fordulatszámot váltó felsőoktatás lehet a magyar gazdaság hajtóereje. Hozzátette, a kiszámíthatóbb működésnek köszönhetően az intézmények rugalmasabban és gyorsabban reagálhatnak a gazdasági igényekre.